Az elmúlt évről, az idei várakozásokról beszélgettünk a megyei fejlesztési biztossal, Pécs önkormányzati képviselőjével. Kővári János elmondta, hogy a megye gazdaságfejlesztési tervei között szerepel ipari parkok létesítése az M60-as mentén. A Pécs-Mohács közötti M60-as mentén több ipari parkot is kialakítani. A mohácsiaknak is van ilyen szándéka, Pécsnek is van ilyen szándéka. És Komlóról annyiban semmiképpen se feledkezünk meg, hogy sokkal nehezebb az iparosítás, hiszen ugye a bányák bezárásával nagyon nehéz új gazdaságélénkítésbe fogni, viszont vannak olyan kis- és középvállalkozások, akik beszállítók lehetnek majd a pécsi nagyobb ipari tevékenységet folytató cégekhez. Ehhez viszont egyébként Komló és Pécs közlekedésén is még fejleszteni kell, ezt egyeztettük szintén a minisztériumban. Tehát ez a bizonyos Pécs-Mohács-tenge, ez igazából Pécs-Komló-Mohács háromszög. Ebben a térségben pedig nagy lehetőségek vannak a politikus szerint. Az innovációs és technológiai miniszterrel beszéltek ezekről a tervekről. Kővári János azt mondja, Baranya gazdasági erejének növelése közös cél kell, hogy legyen. Ezért kell a különböző politikai oldalakról is összefogni azokkal, akik építeni akarnak. A beszélgetést teljes egészében szombaton láthatják a Pannon Televízió kerekasztal című műsorában.